Köszöntöm Önöket! Végre megnyithatott a Székesfehérvári Egyházmegye látogató központja. Mi most belépünk ezen a nyitott kapun, és megmutatjuk, hogy mit rejtenek ennek az ikonikus épületnek a falai. Egy út, hét állomás. Ez a mottója az Arándokútnak, melynek állomásait követve Szent István, Boldog Gizella és fiúk Szent Imre lelki örökségét járhatják végig az érdeklődők. Ezernyi látnivaló várja a vállalkozó családokat Vértessomlón, Bodajkon és Székesfehérváron. A modern turisztikai és vallási célú fejlesztéssel Székesfehérvár és Bodajka magyar szent család tisztelőinek kedvelt zarándok helyévé válhat. A látogatóközpont a Zarándokút központi állomása, mely interaktív módon a legkorszerűbb eszközökkel mutatja be az egykori koronázóváros szakrális jelentőségét. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban vagyunk, amely 2018 és 2020 között épült föl, itt Székesfehérváron a Akatos utca 7 szám alatti telken. Az épület önmagában is egy rendkívül izgalmas, és ahogy Püspök atya fogalmazott, ikonikus épülete lett Székesfehérvárnak, amely a város történelmének egy szeletét őrzi. Itt a mögöttem látható várfal, a Monostor bástyának az északi fala. Emellett az épület elsődleges célja az, hogy a Székesfehérvárra érkező zarándokokat itt fogadjuk. Ez a fogadás ez arról szól, hogy bemutatjuk nekik azokat a szellemi kincseket, lelki értékeket, amelyeket az egyházmegye őriz. Ezek természetesen sok esetben tárgyasult emlékek, amelyekről videófilmek, animációk láthatóak itt az épületben, interaktív kiállítás formájában. De természetesen megemlékezünk Székesfehérvár történelméről is, amely szorosan összefügg Szent István által alapított egykori királyi bazilikával. Ugyanis ebből a királyi bazilikából származó kövekből tudunk egy kis kiállítást mutatni itt a látogatóknak, illetve megdöbbentő volt számunkra azt tapasztalni, hogy a Monostor bástya építéséhez 1601-ben felhasználták a Szent Istváni bazilika köveit. Maga az Arándokút egy cél felé halad. Ez a cél a Magyar Szent Család nyomában Zarándokút esetében az, hogy aki elindul ezen a Zarándokúton, találkozzon Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre erekéjével. Ezeket az erekéket a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban lehet megtekinteni. Tehát ez a Zarándokút csúcspontja, amikor a találkozás megtörténik. A találkozás, ha belegondolunk a találkozásainkba, akkor vannak váratlan, és vannak olyan találkozások, amikor felkészülünk rá. Ez egy olyan találkozás, amire az ember felkészül, illetve segítünk felkészülni rá, hogy még mélyebb, még jobban átélt legyen. A látogatóközpontnak tulajdonképpen ez az elsődleges funkciója, hogy arra a találkozásra, ami majd az Egyházmegyei Múzeumban az erekékkel létrejöhet, arra a találkozásra felkészítsük lélekben a zarándokokat. Tehát bemutatjuk nekik a zarándok utat, hogy milyen hagyományaink vannak, milyen búcsuk vannak Bodajkon, Vértessomlón, Székesfehérváron, a fogadalmi ünnep hogy zajlik. Bemutatjuk az Egyházmegye legfontosabb 50 templomát, bemutatjuk a Magyar Szent Család tiszteletének különböző állomásait itt Székesfehérváron. És ezzel a információ csomaggal, vagy tudás csomaggal már egészen máshogy fognak megérkezni a erekékhez, és egészen más hatása lesz, úgy gondolom, annak, hogyha találkoznak ott tulajdonképpen Szent Istvánnal, Boldog Gizellával és Szent Imrével az erekéikben, minthogyha csak az utcáról megérkeznének és látnának néhány műtárgyat. A Székesfehérvári Egyházmegye látogató központját novemberben adták volna át a nagy közönségnek, de a járvány miatt ez is csúszott. Most viszont a múzeumok éjszakáján megcsodálhatta a nagy közönség, hiszen hivatalosan is megnyitotta kapuit. Évszázados hiányt pótoltak, nem akármilyen kivitelezéssel. Székesfehérvár egy egészen különleges és fontos helye a magyar történelemnek. Egy olyan hely, amelynek jelentősége mind államilag, mind egyházilag nagyon meghatározó. Szent István és a magyar királyok, az Árpád-házi királyok ezt a helyet tették meg koronázóvárossá,
Szent Istvánnak ez sajátos módon a saját városa volt, amelyben az ő szent családjával sokszor megpihent, és azt gondolom, hogy ez volt az a hely, ahol a családtagok tudtak igazán találkozni, örömben, békében és nyugalomban. Szent Imre ebben a templomban lett eltemetve, melyet Szent István építetett. Az ő hirtelen és korai halála egy nagy megrázkódtatás volt az egész ország számára, és az egész kereszténység számára. Sokak úgy élték meg, hogy itt van a lehetőség visszaállítani a régit, és újra előhozni azt a pogány gondolkodást, amely biztosan a pusztulásba taszította volna a magyar nemzetet. A Szent Imre sírjához egyszer csak zarándokok tömegei kezdtek el járni. Szent Imréhez könyörögtek, az ő segítségét, közbeni járását kérték, és a korabeli följegyzések szerint gyógyulások, ima meghallgatások, tehát csodák történtek. Ez az zarándoklat tartott egészen a török időkig. Amikor a török elfoglalta Fehérvárt, a templomot is lerombolta, nyilván erre a zarándoklatra nem volt többet lehetőség. A török idők után megpróbálták ezt föleleveníteni, de már senkinek nem sikerült. Nem volt meg az az erő, hogy a romokat fölépítsék, a város más arculatot kezdett ölteni, és elfelejtődött lassan-lassan ez a zarándok hagyomány. Amikor föltárták a templomnak a romjait, és megtalálták ezeket a sírhelyeket, ezeknek a síroknak a helyeit, akkor a kutatások egyértelművé tették ezeknek az zarándokoknak a valóságát, történelmi tényét, és azóta próbálták újra elevenné tenni. Nekünk adatott meg az a történelmi helyzet, hogy mi itt ezt a zarándokutat fölépíthettük, és ebben megkülönböztetett helyet kap természetesen Székesfehérvár azokkal az intézményekkel, amelyeknek a segítségével mi bemutatjuk az ezer éves magyar kereszténységet, bemutatjuk az egyházmegye történelmét, de megmutatjuk azokat az értékeket is, amelyek közös kincse minden magyarnak. Ez az épület, ez a látogató központ ebben egy nagyon fontos mozzanat, egy nagyon fontos indító állomás lett. Mi az, amivel itt találkozhatnak a betérők, az arándokok? Lelkiekben is, ugye erről már azért volt szó, és fizikailag is. Nyilván ide megérkezve joggal várnak el egy olyan általános eligazítást, hogy fölkészüljenek lelkileg, emberileg, szellemileg arra, amit majd látni fognak. Egy befogadó készség kialakítása történik itt, de természetesen találkoznak azzal a várfallal, ami megmaradt, ami a városnak egy nagyon fontos védelmi pontja volt, ahol aztán el is esett tulajdonképpen tudomásunk szerint a város. Annak a rekonstruált, helyreállított, restaurált várfal egy magával ragadó képet mond, és ha belegondolunk, hogy itt milyen harcok voltak, hány ember áldozta az életét, hány keresztény áldozta az életét, hogy megvédje ezt a keresztény várost a török hadaktól, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit szívszorító is ez a látvány. Tovább lépve találunk ebben az épületben a gyerekek kicsik számára olyan helyet, ahol múzeum pedagógus segítségével interaktív játékokkal, foglalkozással tudunk bennük képességeket kialakítani. Tudunk olyan bemutató teret mutatni, ahol a felnőttek megismerhetik az egyházmegye történelmét, ahol a felnőttek megismerik a legmodernebb technika segítségével a legfontosabb templomainkat, azoknak művészi értékeit, történelmét, és megláthatják a technika segítségével azokat a tárgyakat, emlékeinket, amelyek talán kiemelkedő értéket és fontosságot képviselnek a történelmünket illetően. Ezeket persze, mert a modern technika lehetővé teszi, közelhozva, távolabbra véve,
mindenféle módon tudjuk megszemlélni. Nagyon fontos, hogy látványraktár is van. Ez a hétköznapi ember életében ilyen nincsen. Itt meg lehet tekinteni egy ilyen látványraktárt, ami érdekes, ami különleges, és amelyben persze azért munka is folyik, amellett, hogy egy bemutató tér is ez. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy szemvezetőt tudtunk itt kialakítani, amelyet bárki letölthet az okostelefonjára, és az segít egy-egy tárgy előtt, egy-egy hely előtt megállva, hogy mi is az, amit látok, miért fontos ez, miért van ez a várfal itt. Aki nem tudja, az csak nézi, hogy ezt nem volt pénzük bevakolni, vagy mi ez. De mindjárt látja, ott van a kép, és utána a leírás, hogy miért fontos ez, miért lett ez így kialakítva, a tárgyakról ugyanígy. És innen aztán elindulva már sok ismerettel a birtokukba, sok mindenre ráhangolódva indulnak tovább ezen az zarándok úton, hogy annak fehérvári állomásait végig látogassák. Tulajdonképpen nekem az jutott eszembe, hogy ugye a királyok városa Fehérvár, ugye ezt a kifejezést már azt hiszem, hogy a fehérváriak is és országszerte is sokan magukévá tették, de talán a lelki töltetet azt ezzel kaphatja igazán meg. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja és legyen vele tisztába, hogy Székesfehérvár Szent István városa, és joggal mondja a polgármester úr sokszor, hogy Székesfehérvár az ország történelmi fővárosa. Ez sokat jelent nekünk magyaroknak, koronázó város, ez sokat jelent a mi lelkünknek, de ezen túl ez a város az első magyar szent család városa. Ez a város az összes magyar szentnek a városa. Egészen biztos vagyok benne, hogy ide azért látogattak el országhatáron belülről és országhatáron túlról is magyarok és sok mindenki más is, hogy találkozzon az Árpádházi királyok szellemével, hogy találkozzon Szent István lelkével, Szent Imre lelkével, járjon azon az úton, ahol Boldog Gizella járt, mert ugyan igaz, az legyen a Veszprém, a királynők városa, legyen Esztergom a királyvárosa esetleg, de a Szent Család a maga családi életét, békéjét, örömét, szeretetét itt tudta ennek a városnak a biztonságában, meghittségében itt tudta megélni. Nagyon fontos ez a lelki üzenet, hogy ez mélyen benne legyen a magyar családok lelkébe, a magyar embereknek a lelkébe, ma, amikor a családok hát sokféle támadásnak és sokféle meg nem értésnek vannak kitéve. Pont ez jutott eszembe, hogy ugye annak idején mondjuk a középkorban mennyivel jelentett mást, vagy ugyanazt a zarándoklat, mint ma? Ma milyen egy zarándoklat, vagy mit adhat egy zarándoklat? Egy zarándoklat régen egészen biztos, hogy nagyon nagy áldozatot jelentett. Egy ember elindult, az úton tele volt bizonytalansággal, ki tudta, hogy megérkezik, nem érkezik, meg kikkel találkozik, kiknek lesz jó szándék a lelkébe, és kiknek lesz rossz szándék benne. Amikor megérkeztek egy zarándokhelyre, az nagy-nagy öröm volt, és nagy-nagy katarzis, lelki megtisztulás. Ott nyilván tudtak szentgyónást végezni, nyilván tudtak szentáldozáshoz járulni, tehát a hitük szerint tudtak megújulni az életükbe. És aztán ezt az örömet, ezt a békét, amit megtaláltak egy zarándoklat alkalmából, vitték haza. A mai emberek számára bizonyára mást jelent ez a zarándoklat. De ma is megvan a zarándoklatnak ez a formája is. Én magam is, amikor Nógrádban voltam káplán, nem egyszer jártam végig Széchény és Mátraverebély Szentkút között 30-40 kilométeres utat, hegyen, völgyön keresztül, mezőkön át menve, hogy elmenjünk a búcsúba. Elindultunk egyik nap hajnalban, odaérkeztünk délután, ott töltöttük az estét, imádkoztunk, nézelődtünk, másnap részt vettünk a Szentmisén, indultunk haza, és estére megérkeztünk Széchenybe. Hát jó fáradtan természetesen. De mindenkinek öröm volt a lelkébe, és úgy éreztük, hogy ez megérte. Jól éreztük magunkat, boldogok voltunk. Ez az arándok út, ez egy olyan út, amit most itt kínálunk, a Magyar Szent Család zarándok út,
amit meg lehet tenni gyalog is, hiszen el lehet indulni, végig lehet ezt az utat járni, ha egy pár napot rászánunk, lehet szállásokat találni, van erre mód és lehetőség. Bodajkon zarándokszállás van, amit kialakítottunk, megvan a lehetőség erre máshol is. De arra is lehetőség van, hogy az ember esetleg modern eszközökkel, autóval járja ezt végig, vagy tömegközlekedési eszközökkel. Mindegyik állomása először is szépséges, gyönyörűséges, az embernek már az önmagában jót tesz a lelkének. Bodajk úgy néz ki most, én nem akarok senkivel versenyre kelni, de talán ez az ország nem csak legrégi, most talán a legszebb zarándok helye is. Vértesomló, azt hiszem, hogy a legmesebel ilyen szép helyen van az a templom, ami csodálatos értékeket rejt még mindig magába, és amiket próbálunk bemutathatóvá tenni, az elbűvöli az embert. És hát közben itt van Székesfehérvár, ennek a különböző helyeknek, ahova hívjuk, invitáljuk az arándokokat, mindegyiknek megvan a maga varázsa, a maga ajándéka, a maga lehetősége, mivel hogyha találkoznak az arándokok, befogadják ezt, a saját életüket tudják gazdagabbá tenni. Tehát a zarándoklatnak a célja ugyanaz, megtisztulni, megpihenni, kiszakadni abból a sokszor nagyon kemény valóságból, amiben az ember a mindennapjait éli, és egy másik világ felé közelíteni. Azért, hogy ne csak illúzióm legyen, hogy az élet ilyen is lehet, hanem azért, hogy az ott megtapasztalt szépséget magunkba zárjuk, hogy az ott talált erőt, mint a magunk erejét már vigyük tovább, és így éljük az életünket, és így formáljuk a környezetünket, mert a keresztény embernek célja, missziós küldetése, feladata, hogy a körülötte élők életét is megpróbálja azzal az értékkel megajándékozni, ami az ő szívének a gazdagsága, és azt az életet, annak az életnek a békéjét tudja megadni, amit kell a lelkében hordozzon. Az épületnek a végleges megjelenése az tulajdonképpen már 2015-ben nagyjából eldőlt, amikor egy 9 építész meghívásával kiírt pályázaton Gutowski Robertnek a terve megérkezett a pályázók között. Ő egyértelműen a egykori monostorbástya, illetve a Székesfehérvár történelmére utaló markáns épületet képzelt ide el. Akkor még nem tudtuk, hogy a monostorbástyának az északi fala majd az épületben lesz benne, csak a környezetre akart reagálni, azzal akart párbeszédbe kerülni az épület. Az ásatások során jelentős mértékben át kellett gondolni az épület belső elrendezését, tehát belül tulajdonképpen az utolsó pillanatig sok minden változott, változnia kellett, hiszen a feltárások eredményeit be kellett építeni az épület belső kialakításába, de a külső az tulajdonképpen az első ötlettől kezdve részleteiben változott csak, de az alap elképzelés az megmaradt. És nagyon fontos ezzel az épülettel kapcsolatban, hogy ez közben egy gyűjteményi központ is. Itt a püspöki könyvtár és levéltár látványraktára is látható, illetve nem nyilvánosan még a múzeum raktára is itt kaptak helyet. Tehát a múlt emlékeit, mind épített emlékeit, mind tárgyi emlékeit itt őrizzük ebben az épületben. Tehát azért látványraktár, mert be is lehet menni, és meg is lehet nézni ezt a raktárt. Igen, ez egy nagy nehézség volt addig, hogy a püspöki palotában a püspöki könyvtár nem volt látogatható, és itt lehetőséget biztosítunk arra, hogy mégiscsak egy könyvtári környezetben láthassák a legértékesebb, legszebb könyveinket. Tudod, ki keletkor, a sok szép madár szól, ki velem berúgja. Az ünnepélyes megnyitón Cserpalkovics András az épület létrehozásának jelentőségéről beszélt. Hogy a lelkekben hogyan lehet és hogyan érdemes ezt újjáépíteni, és elmondta, hogy milyen fizikai, a világ fizikai megfogható értelmében lévő tervekkel rendelkezik az egyházmegye és őszemély szerint is. A polgármester szerint az új épület fehérváriakat, fehér megyeieket, magyarokat és ide látogató külföldi vendégeket egyaránt megszólítja, méltó körülmények között bemutatva a város és az ország értékeit és múltját.
A megnyitót követően Spányi Antal megyés püspök invitálta be a Szent Család Zarándokút látogató központjának első látogatóit. Ez a szemvezető applikációnak a jele, amit ha elindítunk, akkor fölkínál sok-sok lehetőséget, információkat a zarándokútról, aktuális információkat, annak az intézménynek a területén belül egy vezetést, amelyen éppen vagyunk, és különböző játékokról is van szó, vagy lehetséges megtalálni. Nézzük itt esetleg ezt a vezetést, hogyha ezt elindítjuk, mutatjuk, itt vagyunk a látogató központban, és itt van egy jel és egy kép, hogy erről most információt tud mutatni ezen a helyen, ahol vagyunk. Ez a kép az itt lévő várfalat mutatja, a monostormástyát, amiről egy képet látunk, és itt pedig egy leírást, hogy valójában mi is az, amit itt látunk, amire rácsodálkozunk. Ezt elolvasva sok információhoz jut az ember, és ezeket az információkat aztán hát elraktározva otthon is meg tudja nézni. Így lehet végigjárni ezt a látogatóközpontot, de a keresztény múzeumunkat és a többi információs helyünket is. A püspök bemutatta stábunknak az ingyenesen letölthető szemvezető alkalmazást is, amely a hely meghatározónak köszönhetően mindig arról a látnivalóról a tájékoztatást, amelynél a látogató éppen áll. Az épület tervezőjének, Gutowski Péternek sok szempontot kellett figyelembe vennie munkája során, amellett, hogy az eredeti várfalnak méltó helyet kellett biztosítani, a középkori stílust is idéznie kellett az épületnek, miközben funkciójában és belső tereiben egy letisztult, modern egységet kellett képviselnie. Mindezek mellett az utcakép is meghatározta a látogatóközpont megjelenését. Talán elsőre nem érzékelhető, most, hogy ez az épület elkészült, hogy mennyire bonyolult volt az a kontextus, ahová ezt a házat nekünk meg kellett terveznünk. Még 2015-ben, amikor püspökatya kérésére az első vázlatokat elkészítettük. Egyrészről ez a telek, ami akkor már üres volt, a Lakatos utcának az első telke. Tehát mindenképpen egy olyan utcaképben kellett gondolkoznunk, ahol a földszintes, emeletes, zárt sorú beépítést kellett valamilyen módon folytatnunk. Ugyanakkor ez a telek a látható városfalnak egy végpontja is, tehát tulajdonképpen egy utca és egy városfal meccéspontjában áll. Tehát az is fontos volt, hogy erre a városfalra is reagáljunk, és ezért gondoltuk, hogy ugyan az utcaképben a szomszédos épületformához igazodunk, magas tetővel, ugyanakkor a épülettömeggel, azonban a Lakatos utca bejáratánál az anyagválasztással, a kővel, a téglával egy olyan erős és markáns, bástyaszerű építményt képzeltünk, amely ezt a látható városfalat lezárja, egy hangsúlyt teremt. Különös rétege ennek a feladatnak, hogy ennek a városfalnak a szélén az 1940-es évek elejére megépült a Prohászka emlékmű, amellyel nekünk is foglalkoznunk kellett, és úgy gondoljuk, hogy ez az oszlopszerű két boltívet magában foglaló falszakasznak, mint egy hátteret biztosítottunk, vagy ha úgy tetszik, akkor mint egy kép keretbe foglaltuk ezt az emlékművet, tehát mindenképp az értelmezését segítettük. A nehézségekben rejlik egyben a háznak a szépsége is, hiszen szimbolikusan is a múlt falai közé építettük le ezeket a speciális kútalapokat, amellyel elértük a teherbíró talajréteget, és abból, mint egy fa gyökerei, növekszik ki egy teljesen új épület, egy ilyen markáns, erős bástya jel. A látogató központ célja, hogy felkészítse a Szent Család zarándokutat végigjáró utazókat. A zarándokok ugyanis elsőként Székesfehérvárra fognak megérkezni, ahol számos történelmi érdekességgel találkozhatnak. A megnyitóra megérkezett az első zarándok csoport is, akiket Tornyai Gábor öreghegyi plébános vezetett. Azzal a szándékkal indultuk el, hogy ez a zarándoklat, ez valamikor a legenda szerint a Szent Családnak és a Magyar Szent Családnak is a zarándoklata volt, és egy picit ehhez a gondolathoz is kapcsolódtunk, hogy legenda szerint a Szent Király és a felesége Gizella, illetve Szent Imre herceg egyik zarándoklatokon a bodajki Szentkút vizéből hoztak magukkal
egy beteg kisgyerekettől a víztől gyógyult meg, és ami zarándokutunkat így kísérte végig a Szent Forrásnak a vize. De mi ennél sokkal fontosabb volt az, hogy a családjainkért, a magyar családokért imádkoztunk útközben, és így kötöttük össze a látogatóközpont megnyitását, ami a Szent Család útvonalhoz kapcsolódik, és ezt a gondolatot, hogy egy zarándoklat keretében imádkozunk, hordozunk embereket és értékeket. Ez hatotta át az utunkat. Mind a két hely, mind a két település fontos a katolikus egyház számára, különösen is itt a Fejér megyében, hiszen Bodajk már Szent István kora óta ismert zarándokhelyként létezik, és újult meg csodálatosan szép zarándok központtá. Székesfehérvár pedig a Szent Családnak a város, Szent Magyar Családnak a városa, ami szintén ősi kultikus központja a katolikus egyházunknak, és azt gondolom, hogy ez az ünnep, ami összeköti ezt a két települést, fontos üzenetet hordoz olyan szempontból is, hogy vannak értékeink, amihez ragaszkodnunk kell, amit újra meg újra fel kell fedeznünk, és meg kell találnunk a helyüket a ma életében, ma magyarságának az életében. A család, az Istennel való kapcsolat, az egységnek a megélése, azt gondolom, ezek mind olyan üzenetek, amik nem függnek attól, hogy melyik korba gondolunk rájuk, és éppen ezért korszerűek és időszerűek a ma világában is, ma keresztényének és világában, meg a ma emberének is a világában. A Szent Család Zarándokút székesfehérvári látogatóközpontja immár bárki számára megtekinthető. Várják a zarándokokat, de azokat is, akik többet szeretnének megtudni első Szent Királyuk szakrális hagyatékáról.